Akkor az egyik szentünk életét mondjuk el! Szabaleszta kívülről fújja a legendákat, szerintem kezdjük! A 1989-es hazai televíziós premierjével Magyarországon is nagy sikert aratott a Legyetek jók, ha tudtok című 1984-es olasz film. Mi sem jelzi ezt jobban, mint hogy a 90-es években a film alapján prózai színpadi adaptáció is készült, valamint 2004-ben Vajda Katalin musicalhez illeszkedően írt színművet belőle. A Néri Szentfülöp életét feldolgozó alkotást a visegrádi rendezvénytéren két részben a Budaörsi Latinovics Színház és a Múzsák Társulat adta elő. Atyám, atyám, tisztelendő atyám! Menedéket kérek, tisztelendő atyám! Én nem vagyok tisztelendő. Na, állj föl, gyermekem! Állj már föl, no! Állj föl! Hát te ki vagy? Talán őszentsége pohárnoka? Nem, Csiri Fiszkió vagyok. Mini Fiszkió? Csiri Fiszkió! A szép arany kell helyez a tiéd. Miért kérdi? Hát csak úgy. Kérdem. Tudod, nem gyakran látok szegény rongyos gyerekeket késő este arany kell helyjel a kezükben rohangálni az utcán. Az enyém. Aha. Az enyém most már. Most már bemehetek? Szóval a tiéd? Akkor tehát megvetted. Nem tetszik megvenni? Nem adom drágán, mert jobb lenne bent folytatni. Ne. Mit kint? Nagyon jó a levegő. A nyomomban vannak, atyám. Nyomomban vannak? És esküdözöl? Csiri Fiszkió árva utcagyerekként kap menedéket Fülöp árvaházában, a fiú itt nevelkedik, és a jámborpap többször kénytelen közben járni a fiúért, amikor az galibát okoz. Egy alkalommal a fiú kalandos úton a bűnös hajlamaitól vezérelt bíborostól, Capráról a hercegétől menti meg Leonettát, egy kőokozta fejesen maradandó emlékét hagyva a gyermekronton. Így Leonetta is az árvaházba kerül, ahol a fiatallá cseperedő gyermekek között szerelem szövődik. A gyermek Leonettát játszom, aki a Csiri Fiszkiónak a gyermekkori szerelem. Abból azt lehet tudni, hogy egy nagyon sanyarú sorsban él, és hát úgymond a bíboros nagyon rosszul tartja őt, de aztán a Csiri Fiszkió kimenti őt ebből a helyzetből. Akkor felnő egy rabló, gyilkos mondva, és gyerekként, hát akkor még ilyen picikét kedvesebb, akkor jobb a lelke, és ugye Leonettának, vagy a Leonettába beleszeret. Ellenére szépen alakul minden, eljegyzésre készül a pár, de a Kovács és a szép mornő képében az olykor szemlélődő, olykor tevőlegesen, de mindig jelenlévő sátán is küzd a lelkekért. Jósága révén a gyermeki öröm pillanatait és olykor az isteni kegyelmet is átélhetik a szereplők, de nehéz sorsukban nem szabadulhatnak a gyermekkoruktól hordozott és a színen mindig a háttérből fenyegető végzetüktől. A Frigy nem jöhet létre, a bíboros sem felejt, és egy provokáció alkalmával végzetes fordulatot vesz a történet. Kit látnak szemeim? Ez meg hogy az ördögbe került ide. Meg ismersz még te utcakölyket? Kérem, engedjen el! Ma lesz az eljegyzésem! Eljegyzés? Ki az ördög akarna veled Friedre lépni? Kérem, én ma nem akarok bajt. Itt a halártékom el ez a heg!
Ezt neked köszönhetem, te lányrabló. Örök életemre megmarad. Remek ismertetője, legalább nem kell bemutatkozni. Igen, de nem csak a kődobálás nyoma marad ám meg. Leonetta is őrzi az én ölelésem nyomait, igen, jól érted. Én öleltem először, te csak a sokadik lehetsz. Nos, akkor jól figyelj, kapralól a hercege. Te herceg vagy, én senki vagyok. Te bíboros vagy, én senki vagyok. Te gazdag vagy, én szegény vagyok. Te halott vagy, én pedig élő vagyok. Menekülnöm kell, megöltem kapralól a hercegét. A bíboros? Igen. Egyszer csak ott állt előttem, és sértegetett, és téged is említett. Fülöp atya, nem akartam én őt megölni, ő akart meghalni! Jó, akárhová is mész, én veled megyek. Hova? Nem érted, hogy még magam sem tudom, hogy hová megyek? Nem érdekel, a világ végére is elveszik. Fülöp atya, kérem, viselje gondját a mennyasszonyomnak, amíg távol vagyok. Nem érted, hogy nincs kegyelem? Belé! Ki belé! A sorsunkat nem kerülhetjük el. Méri Szent Fülöp, ezen néven maradt az emléke, az alakja. Pont ezen az elnevezés ellen ő négykéz lekapálódzott, mármint a Szent része ellen, és az egész alakjára, az egész életére, az egész lényére talán ez az egyik legjellemzőbb, hogy efféle tudományosan fogalmaz, én kanonizálódás ellen tiltakozott, ez nem abszolút profán gondolkodás, lényegképzésem szerint abszolút profán gondolkodás, egy sárszagúság, egy életszerűség, de keveredik valami magasabb féle elhivatottsággal, valami éteribb dologgal, de egy kis hülyeskedésért vagy iróniáért nem megy a szomszédba, és valahogy az életet a maga valójában képes szemlélni, nem vált egy elvont teoretikus. Lelki gyakorlatok. Hát, az egy nagyszerű könyv. Nagyszerű. Amit maga Ignác atya írt, és amit mindannyiótoknak el kell olvasni, persze közvetlenül azután, hogy megismerkedtetek a Petikkel. Addig ugye? De te azért elolvastad, igaz? Adjon még egy kis időt, jó? Időt? Igen. Mennyi? Nem nehéz szöveg. De Fülöp atya utál olvasni. Hát igen, utál. Fülöp atya nem is tud olvasni. Hát nem tud. Nem, szó, azért nálad jobban olvasok. Ignác bácsi, tud olvasni? Hát ezt meg sem hallottam. Miért talán süke? Hozzatok szégyet szegény gyerek fejemre, no! Mindenképpen játszok az előadást is, és lennek szép sikerrel Budaörsön. A Muzsák társulata, én vendégként veszek részt ebben az előadásban, de a Muzsák társulata és a Budaörsi Latinumi Színház már hosszú évek óta más egyéb előadások kapcsán is operál. Legjobb tudomásom szerint már sikerrel.